Folytatjuk összefoglalónkat a Kossuth Galériában megtekinthető Átlátható átjárók című kiállításról. 4 alkotó és 2 művészeti ág összefonódásának lehettek a látogatók szem és főtanúi a megnyitón. Kézdi Luca hegedű művész koncerttel és festményekkel érkezett. Nagyon jól éreztem itt magam, és nagyon jó, hogy ilyen, hogy láthatom a képeimet a falon. Ez egy nagyon egyszerű, nem láttam még így őket, tehát tök nagy élmény, ráadásul nem is akármilyen társaságban megtisztelő, és szerintem egy nagyon tartalmas délután este volt, sokszínű. Most már felszabadultabban érzem magam, mint a koncert előtt, amikor találkoztunk. Kicsit hektikus volt az idejutás, de ahogy István is mondta, ettől lett jobb talán. Amikor játszom, akkor valahogy úgy érzem, hogy szeretek így eltűnni, és csak arra figyelni, ami éppen történik a kezemben, vagy amit éppen létre kell hoznom, vagy amit létrehozok. A közönség energiáját azt szoktam érezni. Sajnos a természeti koincidenciáról lemaradtam, viszont állítólag nagyon összefonódtak a dolgok. Ennek nagyon örülök. Zenei és festői alkotás egészen másfajta jelenlétet kíván. Teljesen más. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon más módszer, nagyon más módon jönnek létre a hangok, az improvizált hangok, mint a képek. Ugye, amikor játszom, tényleg ott éppen akkor nagyon pontosnak kell lenni, és nagyon ébernek kell lenni, nagyon erős koncentráció kell, ugyanúgy a komoly zenében is, ugyanúgy az improvizációban is, jazzben nagyon-nagyon benne kell lenni a pillanatban, akkor gyakorlatilag nincs más, csak az egy pillanat, és ezek ugye egymást követik. És hogyha az ember jól beleadja magát, én meg igyekszem nagyon beleadni magam, vagy hát benne lenni a pillanatban, akkor ez nagyon-nagyon kiszív. Nagyon sokszor, most azért ez nem volt annyira hosszú koncert, de mondjuk egy egyórás, kicsit hosszabb egyórás, mint egyórás koncert után így azt szoktam érezni konkrétan, hogy így kisül az agyam. Ezt majd így tudom legjobban körülírni, tényleg ennyi profán módon. A festészetben a festés az egy teljesen más ritmusú, más idejű dolog. Ott van idő, gyakorlatilag annyiszor térek vissza ugyanahhoz, amennyiszer szeretnék, annyiszor alakíthatom át, amennyiszer. Ez egy nagyon nagy szabadság ahhoz képest, amikor a pillanatban kell alkotni. Mind a kettőnek megvan a maga szépsége. Alkotóházban Kézdi Luca festményei mellett Orbán Jolán irodalmár és alkotó különleges fotói kerültek a falra. Fantasztikus egy megnyitón lenni, a saját képeim megnyitóján lenni, és mindig nagy meglepetés. Most számomra az volt a legnagyobb meglepetés, hogy hogyan harmonizálnak ezek a képek, a Kézdi Luca képei, az én képeim és a Rochlész György képei. Ez volt a koncepció is, hogy hogyan találkozunk ezekben a kiállítások keresztül, és én azt gondolom, hogy ez sikerült. Tehát számomra ez nagy élmény. Én nem láttam eddig kinyomtatva a képeimet, csak online változatban, és gratulálok annak, aki ilyen szépen elkészítette ezt a kiállítást. Nagy öröm számomra. Orbán Jolán nem csak a képein keresztül kapcsolódik a kiállításhoz, ő az édesanyja a megnyitón fellépő Boros Misi zongora művésznek. Nagyon jó érzés volt emberileg is, én azt gondolom. Szakmai füllel is hallgattam, ebből a szempontból is azt gondolom, hogy nagyon szép műsor volt. Azt gondolom, hogy látszik, hogyha megnézik a képeket, hogy itt van egy közös elem az én fotóimnál, ugyanis ez az a zongora, amit Rochlitz Andrea adományozott Boros Misinek, aki történetesen az én fiam, és ezért örülök, hogy meg tudom köszönni neki ebben a formában is azt, hogy nekünk ezt a zongorát adta. Minden egyes kép a zongora felszínén tükröződő kül- vagy beltéri történéseknek a lenyomata. És reméljük, hogy még vissza tudunk jönni önökhöz Dabasra. Csodálatos környezet és csodálatos embereket, barátokat ismertünk meg, úgyhogy köszönjük szépen. Az alkotói triumvirátus harmadik tagja Rochlitz György. Az építészként dolgozó festő szabad idejében alkot. Érzelemgazdag tájábrázolása, fény és színjátéka tökéletes kiegészülése a művészi hármasnak. Én 1948-ban az utcánkban megnéztem Dobroszláv Lajos festőművészt festés közben, és én is festő akartam lenni. Úgyhogy ezt elmondtam otthon a szüleimnek, és karácsonyra kaptam egy akvarelkészletet. Január 1-én nekiláttam, és ahogy Dobroszláv Lajos bácsitól láttam, én is festettem egy téli tájat. Ez az első akvarellem a
70 éves meglepetés kiállításomon szerepelt, mert a gyerekeim azok azt a csodát követték el, hogy meglepetés kiállítást csináltak, és ennek nagyon-nagyon örültem. De hát természetesen ez igaz volt. Amit az ember 6 éves korában elhatároz, az megvalósul. Én 49-től 53-ig Tatán a képzőművészeti szabadiskolába kezdtem dolgozni, utána a Bányász képzőművészkörbe, aztán Győröt, a Wilhelm Pieck vagon és gépgyár képzővészkörébe, és hát mindenképpen képzővész akartam lenni. De érdekes módon a katonaság az közbeszólt volna, ezért bizonyos varga betűkkel végül is építész lettem. Az építészet az ugyanúgy a képzővészetnek egy ága, és tulajdonképpen rendkívül rokon az a gondolkodásmód, amit a festészet, aztán a képzőművészet egyéb ágai, a szobrászat, az építészet alkalmaz, megvalósít. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt a számomra, és végül is építészként diplomáztam. De a kivitelezés az nagyon lekötötte az időmet, és akkor eltévesztettem a dolgot. Nagy tévedésem volt, hogy abba hagytam a festészetet. 17 év szünetet tartottam azért, mert az ember vagy a legnagyobbak között van, vagy ne csinálja. És ez óriási tévedés volt, mert 82-ben a lányomat elvittem a Bányász képzővészkörbe, iparművész akart lenni, és leültem addig én is rajzolni, és döbbenetes élmény volt. Kipihentem magam, mire befejeztem a ottani rajzot, én is leültem és csináltam. Azóta természetesen lelkesen folytatom. Ha ez nekem ilyen jó, ilyen jót tesz, akkor miért ne csinálhatnám akkor is, hogyha nem a világ legnagyobb művésze vagyok. Úgyhogy ez történt, ezek a kezdeti dolgok. De az amatőr mozgalomnak, mint lelkes híve, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy ne üzletszerűen gondolkozzak a képzőművészetről, nem adom el a képeimet, legalábbis a kezdet-kezdetén ez így volt. És ragaszkodtam. Csak akkor festek, hogyha nagyon fontos, hogy én ezt csináljam. Ha úgy érzem, hogy egész egyszerűen le kell festenem azt az érzést, azt a gondolatot, azt az élményt, ami éppen az embert éri. Például kint a tájba. Ez a kiállítás, ez válogatás. Itten csak akvarell tájképek vannak, de természetesen mindenféle egyéb dologgal is foglalkozom. Főleg a gyors technikákat szeretem, az akvarell és a pasztell a másik, ami tulajdonképpen valóban gyors. Képzővész körökben rendszeresen van modell, több száz portrém van, mozdulattanulmányom, akkor csendéletek és a többi. Tehát mindenféle egyéb, ami itt ezen a kiállításon nem szerepel, nem látszik. Ha kimegyek a tájba, akkor mert minden képet a helyszínen festek. Nekem a műtermem mennyezete a csillagos ég, nincs műtermem. De hogyha kimegyek, csak akkor kezdek a munkának, hogyha egy varázslás történik, amikor áhítatot érzek. És én nagyon remélem, hogy ez az áhítat az átjön a képeimen, átsugároz, és
eljut azokhoz, akik az érdeklődésükkel megtisztelnek. Kossuth Lajos édesapjának a házában kiállítani nagy megtiszteltetés. Na de hát azok a kiállító és szereplő társak, akik itt a csodát elhozták a többiek számára is, az természetesen nekem is nagy élmény volt, és nagy megtiszteltetés. Boros Misi koncertje után Kézdi Luca hegedűjátéka zárta a megnyitót. Thank you.
Thank you.